A szervezők célja az, hogy a hagyományos tojásfestés technikákon kívül a gyerekek elsajátítsák a díszítés legdivatosabb trükkjeit is. Már a harmadik éve szervezzük meg a tojásfestő versenyt. A gyerekek sokkal előbb kezdtek erre készülni, mint ahogy meghirdettük a pályázatot. Örülök, hogy Temerinben ekkora nagy érdeklődés van, hogy ennyi tehetséges gyerek van. 4 kategóriában versenyezhettek a gyerekek, a festett tojásokat pedig szakzsűri bírálta el. Megolvasztottam a zsírszínet, és avval lekánytam. Milyen színeket használtál? Piros, akkor zöld, kék, sárga. Az iskoláskor előtti intézmény legszebb munkáinak alkotói úgy szintén elismerésben részesültek. Mi most nem hagyományos tojásfestéssel foglalkoztunk, hanem inkább papírral szőtünk, papírtányérra tojásokat vartunk. Ezen kívül a kavicsokból kerestük ki azokat a formákat, amelyek legjobban emlékeztetnek bennünket a tojás formájára. A festett tojások kiállítása mellett kézimunkák, illetve fából készült gyermekjátékok gyűjteménye is megtekinthető. 20 éve gyűjtöm ezeket a példányokat. A legalább 1000 fából készített játékot számláló kollekciómból azokat válogattam erre a kiállításra, amelyek megőrizték eredeti állapotukat. Nem zavar, ha a gyerekek játszanak velük, többek között azért hoztam el őket. A temerini Lukian Mosicki Művelődési Tájékoztatási Központ képtárában megnyílt kiállításokra húsvétig várják az érdeklődőket.